Kezdjük a tejérzékenységgel, ami általában egy anya probléma, egy mama probléma. Azt kérem, tudjátok, vagy legyetek tudatában, hogy ami most rajtunk keresztül megjelenik, érzelmileg, szorongásilag és testileg, azok ősi minták. Ami most megjelenik, amit mi ebben az életben átéltünk, az egy icipici-pici-pici része csak annak, ami most megjelenik rajtunk keresztül. Ezt én említettem többször, de úgy érzem, hogy ezt ismét jó megemlítem, vannak közöttünk új tagok, hogy december 25, 2022 óta nincs az, hogy enyém, tied, minden a közösségé, és rajtunk keresztül jönnek ki a közösségi érzések. Tehát mindegyikünknek az a feladata, hogy a rajtunk keresztül megnyilvánult és feljött érzelmeket. Kezeljük, nézzünk mögéjük, és oldjuk fel. Tehát a tejérzékenység az valamilyen anya szeretet, az anyai, ezt úgy hívják angolul, hogy nourishment. Nem tudom pontosan, mi a legjobb magyar szó, hogy nourishment. A nourishment az olyasmi, mint hogy táplálni, valakit szeretettel táplálni, valakit biztonsággal, ezzel az anyai védelemmel táplálni. És általában, amikor tejérzékenységünk van, akkor ez az anyai tápláló, szerető, védelmező energia az hiányzott, vagy hiányzik. A glutén, az egy nagyon érdekes valami, mert ugye az a gabonában ez a ragasztó anyag, és itt van egy fizikai síkú elakadás is, ami arról szól, hogy a legtöbb ilyen gabona termék az GMO, tehát ez a Genetically Modified Organisms, tehát ezek a ilyen mesterkel, nem tudom magyarul, hogy mondják, csak biztos tudjátok, hogy nagyon sok kaja, ugye, hogy át lett alakítva ilyen műanyagossá, meg kivették belőle a tápanyagokat, stb. Tehát azt is kell tudni, hogy vannak olyan ilyen kenyér termékek, amik megvannak, ezek viszont vannak olyanok, amiben nincs benne ez a GMO. Tehát nagyon fontos a diéta, és annyit mondanék még, Katalin, látom, hogy ott vagy, csak nem tudom felvenni veled a kapcsolatot, de a chatten keresztül tudsz nekem üzenni, igen, az ott van. A chat, ha gördítesz ezen az oldalon, hogy ha mobilon vagy, akkor valószínűleg lejjebb van, ha laptopon vagy, akkor meg valahol oldalt. Van ez a chat ezen a felületen. Az a lényeg, hogy ez egy nagyon gyakori probléma. És lent az elmébe eszméletlen mélységek vannak. Olyan mélységek vannak, hogy én már 2016-ban az eléggé kenten vágtam a hipnózist, meg a kvantumhipnózist, a Dolores Cannon, meg regressziót, meg tudod, ezeket a már közismertebb modalitásokat, és 16 óta tanulom a kvantumpszichológiát, és döbbenetes, hogy mennyivel több dolog fut a hátterünkben, mint amiről mi tudunk. És ezt azért mondom, mert itt ez a glutén, vagy ez a ragasztóanyag, ez egy olyan kacifántos pszichológiára utal, hogy vagy ebben az életben gyerekkorban, vagy egy ősi mintából hozva elhagyatottságban szenvedünk. Az elhagyatottság az egyik legkomplexebb traumánk a 14-ből, erről csináltunk Szonyával már több videót, és ezt tanítom a képzőkurzusaimban, a mélységeit, a nagyon precíz oldásait. Több száz dologból állnak ezek a dolgok. Az a lényeg, hogy ez a ragacsos, ragasztó anyag, ez azért vált emészhetetlenné számunkra, mert ez a kapcsolódás, ez megvan közöttünk szakadva. Tehát ez egy szeparáció az elmében. Bármi, ami nem működik az életben, az egy szeparáció, csak ez nagyon nehéz érteni, mert olyan sok van bele, több tízezer szeparáció van, de ez a szó, ez a kapcsolódás, ezt úgy hívják angolul, hogy bonding. Ez egy nagyon fontos spirituális pszichológiai kifejezés, ez a bonding, kapcsolódás, és ez meg van szakítva traumák által és az ős történelmünk által. Kihez szeretnénk kapcsolódni? Hát
elsősorban a világhoz, a forráshoz, az Istenhez. Ez csontra levarombolva. Kihez szeretnék még kapcsolódni? Anyukához, apukához, testvérekhez, partnerekhez, egymáshoz. És ha erre úgy ráéreztek, akkor látjátok, hogy aztán minden volt, csak nem jelen. Nem tudtunk kapcsolódni, próbáltunk a fizikai síkon kapcsolódni, de soha senki nem magyarázza, hogy a fizikai lényünk az csak talán egy ezred százaléka a valós lényünknek. És az elmei síkon, energetikai síkon mi nem kapcsolódtunk, hanem féltünk a másiktól, bizalmatlanok voltunk, és kialakítottunk egy ilyen teljesen független, szeparált életet és szeparált világot, ahol előbb-utóbb betegség, tünetek jöttek elő, kapcsolatbeli problémák és egészségügyi problémák. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, ezért mindig mondtam, ez az egy első kifejezés, és a kócsaimnak is mondom, ha bármit szeretnél megoldani, és egy jó detektívé válni, az első lépés, hogy megnézni, mik azok a feloldatlan traumák, amik ide vezettek. Oké, erre mondtam viccesen még sokszor, hogy trauma. Ez tényleg nem vicc. Az ebben az esetben, amit van, lehet, hogy fizikai, általában az ilyenek fizikai traumák, tehát bántások, fizikai bántásokból, lehet, hogy szexuális trauma is van a háttérben, és akkor itt az elhagyatottsági trauma. A legnagyobb kihívás ezekben a traumákban, hogy annyira komplexek, és annyira összetettek, hogy az ember, mikor tényleg nem ül le, és úgy tanulmányozza őket, akkor nem fogja érteni ezeket a finom kis részleteket, amik meghatározók lehetnek az emberek gyógyulásában. Tehát itt van egy olyan, Katalin, egy olyan pszichológia, majd érez rá kérlek, hogy valahol próbálsz valakinek a kedvébe járni. Általában ez anyuka, lehet, hogy egy partner is, de az elhagyatottságtól való félelemnek van egy energiája itt. Tehát az a pszichológia, hogy elhagyatottva érzed magad, annak megvan a maga struktúrája, azt nem akarod újra érzékelni, és akkor te belemész egy ilyen segítő szerepbe, talán lehet így mondani, hogy olyan két világ között megrekedsz. Nagyon javaslom, és sajnálom, hogy nem tudtunk beszélni, majd kisilapizálom ezt, jó, hogy lehet. Ebbe a chat nyitva van neked, tehát ott tudsz hozzám nekem írni. Igen, jó, hogy menj bele azokba a traumákba, ahol úgy érzed, hogy te nem voltál fontos, vagy nem érezted magad fontosnak, ahol téged nem akartak. És ezt is említettem többször, csak rájöttem, hogy kell nyomatékosítani dolgokat, mert amikor új az információ, és nem nincsen sejtszinten még beintegrálva bennünk, akkor kitöröli az ego, mert olyan haszontalannak tűnhet. Az ember örjöng. Lent a szomorúsága alatt, az elhagyatottság alatt örjöng. Ezek sokszor nem evidensek, amíg igazi profi, mély önmunkával nem kezdtünk elmenni az igazi mélységekbe, és akkor jön az ember, hogy jó élet. Én tényleg örjöngök. Nem az a baj, mert még az azért jó, ha az ember örjön, mert van még benne pulzus, van még benne egy kis élet. Az örjöngés persze rákhoz vezet, betegséghez vezet, és ezeket az örjöngéseket. Ha felfedezzük, akkor látjuk a fölötte lévő struktúrát, és elkezdhetünk gyógyulni. Jó? Tehát itt van egy hatalmas elhagyatottság, szívtörés traumája, akkor van egy ilyen elég ilyen áldozati minta is, ami az a nehéz az áldozati mintában, hogy olyan természetesnek tűnik. Olyan úgy tűnik, hogy ez van, ez jutott nekünk osztályrészről, mint hogy szépen az bele tolták a buksinkba, ugye még így a költészeten keresztül, hogy ez jutott neked osztályrészül. Ez az elmélyiségen, ez úgy lehet fordítani, hogy ezt érdemled meg te is, fejezd be a mondatot. Nem ez jutott nekünk osztályrészül. Ez egy rossz hiedelem. Nekünk az jutott osztályrészül, hogy egy csodás, galaktikus, humánok vagyunk, akinek ha kitakarítjuk az elmét és kirújtjuk az elmét, egy megörököletjük a földi paradicsomot. Ez jutott nekünk osztályrészül, ezért kell az elmét takarítani és kirújtani tőle a sok rossz programtól. Jó. Tehát javaslom akkor ismét, és akkor ezzel végzek itt, Katalin, ezzel a résszel, hogy anyuka probléma, mama probléma, női
probléma, kapcsolódás mind a nőhöz, mind a férfihez, és mi az, amit nem tudsz megemészteni, mi az, amit, ami miatt örjöngsz, amit valahol úgy igazán szeretnél a szívedben. Nagyon mélyen a szívedben, de tudat alatt az el van utasítva ilyen érdemtelenségekkel, értéktelenséggel és méltatlansággal. Még mondok valamit, mert ez mindjárt nagyon fontos. A könyvemet, amit írtam, magyarul Uraldd az elméd címmel. A második fejezet a legfontosabb fejezet. Érdemesség és méltóság. Olvastam egy-két kommentet tőletek, vagy lehet, hogy mástól, nem tudom, hogy igen, olvastam, nagyon jó könyv. Oké, ne olvasd, tanuld meg. Menj, válj olyan mesterévé, mert ez szabadít csak meg minket a rossz programozásoktól. Emögött van még sok 10 000 plusz struktúra, de az a lényeg, a titok, hogy bármi, amit mi szeretnénk, de nincs jelen, az azért is van. Nem ez az egyedüli ok, az azért is van, mert nem érzünk magunkat érdemesnek arra. Oké, ne, ha például valaki egy jó kapcsolatot szeretne, sokkal komplexebb, mint egy dolog, de az első lépés, amit mindig is javasoltam, hogy iktassatok ki, ez az érdemtelenség annak irányába. És utána következő a méltóság. Ez ilyen, ez úgy hívják angolul, hogy the evil twin sisters. Tehát ezek a gonosz ikertesok, és hogy az méltatlanság és az érdemtelenség az általában együtt jelenik meg. Jó? Tehát bármit, amit ti szeretnétek elérni az életben, és nincs jelen, azért van, mert az őseink, nem feltétlenül te, vagy ti, az őseink azt mondták, hogy kösz, ez nem. Így nem, ez nem nekem való. Ha erről szól, akkor ez engem nem érdekel, és érdemtelenné vagy nyilvánítottuk ki magunkat, és elutasítottuk pont azt, amire vágyunk. Nagyon-nagyon mély az elme, és most eljutott az ember, hála Istennek, olyan mélységhez, hogy most már kezdi látni, hogy ez nem vicc. Soha nem volt vicc, csak az igazi mély tanításokat eddig sajnos a legtöbb ember kiröhögte.